Gyöngyösön vagyunk az Újnap Egyesület által működtetett gyepmesteri telepen. Nem először vagyok már itt, néhány évvel ezelőtt hoztunk már ide ajándékot. Most nem csupán ajándékot hoztunk, nem csupán élelmet az itt lévő állatoknak, hanem az Áruhás Országjárás keretében egy picit be is ugrottam kipróbálni a mindennapokat. Kétféle munkakört is kaptam itt Nagyseptiben. Az egyik egy kis kőhordás volt a Licskával, aztán pedig ilyen nagy nyomású vízsugárral tisztítottuk a keneleket. Hát mind a kettő érdekes és tanulságos feladat volt. A kormány, amikor a civilek megmozdulnak, akkor mindig megígéri az állatvédelmi területnek a rendbetételét, aztán utána felhagy ezzel. A Jobbik elkötelezett ebben a kérdésben. Zsolt képviselőtársam az, aki a frakción belül külön foglalkozik ezzel a kérdéssel, vele együtt hívtuk össze már többszöri alkalommal az állatvédelmi kerekasztalt. És ott meghallgattuk a civil szervezeteket, az állatmentőket, az állatvédőket, és minden érintettjét a kérdéskörnek, és hát több olyan probléma merült fel, amit már jó régen orvosolni kellett volna. Az egyik az ivartalanítás kérdése, egybehangzó álláspont, amennyire én meg tudtam ezt ismerni, egybehangzó álláspont az, hogy az ivartalanítás nagyban meg tudná oldani a kóborállatoknak a kérdését néhány év alatt. A másik az pedig az állatvédelmi törvény, ahol mindig előkerül, hogy szigorítani kell-e vagy sem. A Jobbik álláspontja az, hogy szigorítani kell egyúttal, vagy egyrésztről, másrésztről pedig a jelenlegi szabályokat is be kellene tartatni, hiszen a bírósági ítéletek ezekben az esetekben általában elmaradnak. Tehát ami a törvényben benne van, az csak papíron van benne, a gyakorlatban nagyon ritkán szokott érvényesülni. És tudjuk azt, hogy az a törvény, amelyiket nem tartatnak be, az nem törvény. Úgyhogy mi továbbra is elkötelezettek vagyunk ebben a tekintetben is ebből az irányból, mert úgy gondoljuk, hogy aki a mai napon állatokat kínoz, az a holnapi napon embereket fog. Azt gondolom, hogy minden kultúrának, minden közösségnek a kulturáltsági fokát, a minőségét méri az, hogy az állatokkal hogyan bánik. Az a kultúra, az a közösség, amelyik az állatokkal nem bánik jól, ami az állatokat kihasználja, az állatokat nem társnak tekinti ebben a földi világban, az egy kulturálatlan kultúra, és mi azt szeretnénk, hogy itt Európa szívében, Európa közepén Magyarország arról lenne híres, hogy nem csak az embereket védi, hanem minden állatot véd.